Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a mai képviselőtestület ülésen megjelenteket, köszöntöm a testület tagjait, hivatali apparátus képviselőit, intézmény vezető asszonyt, munkatársait, az FBH-MPKFT képviselőit, média munkatársait, és médián keresztül minden kedves érdeklődőt. Mielőtt elkezdenénk a testületi ülésünket, szeretném kérni a jelenlévőket, hogy egy perces néma felállással tisztelegjünk Leányfalusi Vilmos, kanonok karnagy úr, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye zeneigazgatója előtt, karnagy úr elhunyt. Köszönöm szépen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy határozatképes. A képviselőtestület dr. Vince András képviselő úr jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Szabó Balázs képviselő úrról nem tudunk semmit. Előre nem jelezte, hogy jön-e vagy sem. Kettő jegyzőkönyv hitelesítőt választanánk, Pécsi Vivien képviselőasszony, valamint Tihanyi Tiborné képviselőasszony személyére teszek javaslatot, mint jegyzőkönyv hitelesítő. Külön-külön teszem fel szavazásra, Pécsi Vivien képviselőasszony, mint jegyzőkönyv hitelesítő, az ő személyéről kérnék egy szavazást. Tíz igennel a képviselőtestület elfogadta, köszönöm szépen. Tihanyi Tiborné képviselőasszony személyéről kérnék egy szavazást, mint jegyzőkönyv hitelesítő. Tíz igennel a képviselőtestület elfogadta. Köszönöm szépen. Javasolt napirendek. Az első tájékoztató a hulladékszállításról a városban. Második óvodavezetői pályázat elbírálása zárt ülés keretében, harmadik felügyelőbizottsági tag választása zárt ülés keretében, negyedik kalocsai 5257/9 helyrajzi szám alatt ingatlan értékesítése, ötödik a D7 közösségi ház használatba adása, hatodik közterület nevének változtatása, hetedik egyebek. Szeretném kérdezni a képviselőtestület tagjait, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata. Amennyiben nincs, akkor az előbb ismertetett napirendekről kérnék egy szavazást. Tíz igennel a képviselőtestület elfogadta, köszönöm szépen. Első napirendünk. Tájékoztató a hulladékszállításról a városban. Ez egy szóbeli tájékoztató lenne. Ugye ott itt 2023. július 1-ben törvényi módosítás következtében vannak változások a hulladékszállításról. Erről itt Kalocsán is vannak olyan jelzések, hogy valakinek elviszik a kukáját, valakinek nem. A korábbi gyakorlatban vannak változások, és azért kértem meg a hulladékszállító cégnek az ügyvezetőjét, Sauer Tamást és munkatársát, hogy akkor jöjjenek el, és akkor első kézből tájékoztassák mind a testületet, ezen kívül a lakosságot, és kérdést is lehet feltenni, hogy hogyan zajlik ez a városban, milyen feladat, illetve törvényi változás, milyen változást hozott, és a jövőre vonatkozóan is, hogy milyen, mire számítsunk a szemétszállítás tekintetében. Igazgató úr, meg kedves munkatársak, parancsoljanak ide fáradni, és... Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestületet, tisztelettel köszöntöm a polgármester urat. Kicsit közelebb, mert a jegyzőkönyv rögzítése miatt hang alapján történik. Értem. És akkor úgy. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Ahogy polgármester úr is mondta, egy törvényi változás következtében
a magyar állam az önkormányzati kötelezően ellátandó közfeladatból mentesítette tulajdonképpen az önkormányzatokat, és ezt állami feladattá tette. Erről az állami feladatról pedig egy koncesszió útján gondoskodott. Egy koncessziós eljárást írtak ki, amelyben a MOHU, MOL Magyar Hulladékgazdálkodási ZRT lett az, aki ezt a koncessziót elnyerte. És ebben a felállásban fogunk a továbbiakban szolgáltatni. A DTKH Nonprofit Kft. Lett az, aki a MOHU-nak a partnereként kiválasztásra került. Ő lett a régió koordinátor. Gyakorlatilag a MOL az 6 régió koordinátorral kíván együttműködni az országban, az egyik a mi cégünk lett. Bocsánat, elfelejtettem bemutatni a ügyvezető urat a DTKH Nonprofit Kft. Részéről, én pedig a cégvezetője vagyok a DTKH-nak. A korábbi szolgáltató FBMP Nonprofit Kft. Leányvállalata tulajdonképpen ez a DTKH Nonprofit Kft., amely a MOL-nak a partnere lett, és így kívánja ellátni a szolgáltatást. Ami a leglényegesebb története ennek a koncessziónak, hogy a július 1-i indulást követően egyáltalán semmilyen változás nem következhet be az előzőekhez képest, tehát a lakosság által érzékelt műszaki tartalom az semmiben nem változhat. Így minden olyan jelenlegi szolgáltatás, illetve a korábban meglévő szolgáltatás az továbbra is rendelkezésére áll a lakosságnak, ami eddig is megvolt. Bízom benne, hogy azok csak szorványos hibák voltak, amiket polgármester úr említett, hogy esetleg valahol kimaradt valami, az nem ennek az átállásnak a része, hanem nyilvánvalóan a napi működésből adódó esetleges hibák, amik előfordulhatnak. Nem tudom. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Talán annyiban egészíteném ki a Tamás által elmondottakat, hogy ugye az önkormányzatok szempontjából ami változás volt, hogy a feladatkör megszűnésével a jelenlegi, illetve a korábbi közszolgáltatási szerződések megszűntek, a helyi rendeletek, amik a hulladékgazdálkodást szabályozták, azok lényegében kiüresedtek. A második fél évben egy átmeneti időszak várható a hulladékgazdálkodásban, ahogy Tamás is említette, az érzékelt műszaki tartalom, tehát a lakosok által érzékelhető szolgáltatás negatív irányba semmiképpen nem változhat. És a második fél év az vélhetően arról fog szólni, hogy kormányrendeleti szinten próbálnak egy olyan egységes szabályozást kialakítani, ami minden település tekintetében egy alapszolgáltatást fog meghatározni, azt fölött pedig rögzíteni kívánják azt, hogy mik azok a többletszolgáltatások, amiket igénybe vehet az adott önkormányzat. Ez külön megrendelés útján történik majd várhatóan. Jelenleg azt nem tudjuk, hogy ez mikor fog megtörténni, de mindenki úgy készül, hogy január 1-től már azért bizonyos változások bekövetkezhetnek a szolgáltatásban. Ami még talán fontos, hogy a korábbi közszolgáltatási feladatokat, azokat a MOHU, mint konceszor egy kicsit szétszette tevékenységekre, és a külön tevékenységekre külön szerződést kötött adott esetben különböző partnerekkel. Így ugye a gyűjtésszállítás, mint régiókoordinátori tevékenysége leszerződött a DTKH Nonprofit Kft.-vel, külön szerződött a különböző létesítmények üzemeltetőivel, illetve külön pályázatot írt ki az intézményi hulladék elszállítására. Ez alapvetően az intézményeket, illetve hát a gazdálkodó szervezeteket érintheti. Előfordulhat adott esetben az is, hogy bizonyos hulladék tekintetében a régiókoordinátor nyújt szolgáltatást és szállítja el a hulladékot. Aki olyan ipari nagy mennyiségű hulladékot termel, ott pedig egy külön eljárás keretében kiválasztott szolgáltató fogja elvinni a hulladékot. Teljesen külön megrendelés útján, de ez alapvetően leginkább a gazdálkodó szervezeteket, intézményeket érinti. Ami még fontos, bár nem ebben a fél évben indul várhatóan, az úgynevezett DRS rendszer, ez a visszaváltási rendszer. Január 1-től azt tervezik, hogy
hogy minden 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű kereskedelmi egységnél egy ilyen visszaváltó automatát telepítenek, ahova a lakosok vissza tudják vinni a különböző hasznosítható csomagolási hulladékokat, üveget, PET-palackot, egyéb olyan hulladékokat, amiknek a hasznosítását eként kívánják majd megoldani. Nem tudom, hogy ez Kalocsán pontosan hány kereskedelmi egységet érint, de országszerte több ezer darab ilyen automatát kívánnak telepíteni, és január 1-től ez egy jelentős változás lesz. De nyilván erről majd megfelelő fórumokon a MOHU tájékoztatja az önkormányzatokat, illetve hát amikor nekünk ezzel kapcsolatban tájékoztatási feladatunk lesz, akkor mi is közreműködünk ebben, hogy mindenki kellő időben értesüljön a változásokról. Köszönöm szépen! Ami probléma itt a városban, egyébként mi is érzékeljük azt, hogy az üveggyűjtő pontok mellé olyan hulladékot is kihelyeznek, amely nem odavaló, akár autógumit, tehát nem mindig rendeltetésszerűen használjuk ezeket a szemétgyűjtő edényeket, és nyilván itt is ugye a szürke kuka, meg a sárga tetejű kukának is más a funkciója, más a gyűjtési ideje is. Amiből nagyon sok jelzést kaptunk, hogy a zöld hulladékot, tehát eddig a zöld hulladékot, a fűnyírásból származó zöld hulladékot, a füvet, levágott füvet, azt a szürke kukába tették, és hogy ahol szürke kuka füvel volt tele, azt nem ürítették ki. Nyilvánvaló, elfogadja az ember azt, és egyébként ez egy örömteli, hogy minél környezet tudatosabban élünk, és erre próbálnak a szemétszállítók is, illetve akik hulladékkezeléssel foglalkoznak, a lakosságot rávezetni, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk, valamint a megtermelt vagy előállított szemetet minél környezetbarátabb módon kezeljük. De eddig ezeket a füveket elvitték, és nyilván akinek van úgy kertes háza és tudja komposztálni ezeket, akkor nagyon sokat tud segíteni, meg a térfogata jelentősen lecsökken ennek a levágott fűnek, de sok helyen ez nem megoldható. Tehát ez lenne az egyik kérdésem, hogy ezzel a füvel mit tudunk tenni, és meg szeretném köszönni, mert ugye kettő zsákot, kettő zöld feliratos zsákot adtak háztartásonként a levágott fűnek, és ezt akkor most négyre emelték, és hogy négy zsákot adnak, de nyilván itt az a tavasz időszakban ez is kevésnek bizonyít, illetve ennek az ürítési gyakorisága, hogy alakul. Úgyhogy ezt szeretném konkrétan kérdezni, hogy ezt a levágott füvel ezzel a lakosság mit tud tenni. Mert itt érzékelünk problémát. Ha most ez is csak a hibák kategória volt, akkor elfogadom, de hogy ezt hogyan tudunk szabályosan eljárni. Köszönöm a kérdését, polgármester úr. Gyakorlatilag a zöld hulladék elkülönített gyűjtése az most már évek óta megtörténik. Nyilván ebben a zsákos rendszerben, ami valljuk be nem tökéletes, de nem tudtunk még ebben előrelépni. Talán ebben is lesz előrelépés abból a megfontolásból, hogy január 1-től bevezetésre kerül majd a biohulladék elkülönített gyűjtése is, tehát a konyhai ételmaradéknak az elkülönített gyűjtése is, és így meg lesz majd annak az megfelelő alapanyagnak a gyűjtése is, amivel ezt hasznosítani lehet majd biogázüzemekben. Erre is van egy megfelelő törekvés a MOHU-nál. Jelen pillanatban még tervezés alatt van az, hogy január 1-től ez hogy fog indulni ez a rendszer, de határozott a szándék, és hogy ez bevezetésre kerül. Abban a pillanatban, hogyha ez megtörténik, akkor viszont edényes gyűjtésre kell majd áttérjünk a zöld hulladéknál, illetve a biológiai lebomló hulladéknál is, és hogyha a reményeink szerint az pedig meg fogja oldani ezeket a problémákat, amiket polgármester úr említett. Köszönöm szépen! Tehát akkor maradunk ebben a gyűjtési módban, ahogy eddigiekben is. Ezt örömmel vettem mind a kettőjük részéről, hogy említik, hogy tehát semmiféle minőségi csökkenést önök sem fogadnak el, tehát a lakosságnak nem szabad, hogy semmit érzékeljen itt a változással, hogy ugye most a kötelező önkormányzati feladat megszűnt, és állami feladattá vált ez július 1-ével.
de a szolgáltatás meg a személygyűjtés az ugyanígy marad, mert ugyanaz a cég végzi, aki eddig is, és hát ez, hogy ez ilyen hibáknak tudták be, akkor itt mindenkitől elnézést kérünk, akinek kellemetlenséget okozott ez a hiba. Feltételezem, mindenkinek az a célja, hogy ilyenek ne forduljanak elő. Ha véletlen ilyesmi lesz, akkor jelezni fogjuk, segítve a munkájukat, és azt szeretném kérni, Kalocsán nagyon sok törekvésünk van arra, hogy a közterületeink is minél szebbek legyenek. Mindenki igyekszik rendbe tartani a háza körülét a lakosság részéről, és nyilván itt a hulladékgyűjtés az egy fontos rész, úgyhogy ebben mindannyiunknak az az érdeke, szebbek, környezetbarátabbak legyünk, és ezt így közösen akkor alakítsuk. És akkor elnézést mindenkitől még egyszer, akinek nehézsége volt ezekben a napokban vagy hetekben. Szeretném kérdezni a képviselőtestület tagjait, hogy van akinek kérdése, mert az urak mondták, hogy kérdése válaszolnak. Dr. Bagó Zoltán képviselő úrnak adok szót, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr, tiszteletek köszöntöm a vendégeket. Mi is csak most tanuljuk ezt az új rendszert, ezért ilyen tisztázó jellegű kérdéseim lennének. Az első az az, hogy a szereposztást nem értem. Tehát ugye a MOHU a konceszor, a MOHU kiadta regionális felelősöknek. A regionális felelős az a DTK Hungerit, ha jól mondom, DTK Hungária, vagy nem értettem. Igen, és önök, egyikük az FBH-nak az ügyvezetője, a másikuk pedig a DTK-jé? Igen, köszönöm. A második kérdésem az az, hogy mi lesz Vaskúttal, a vaskúti szeméttelepel, hiszen ugye Kavocsa eddig ugye oda tartozott, és hogy jól értettem az előadásból, akkor ilyen külön szerződést kötnek a rendszerekben, akkor gondolom ez folyamatban van, hogy a kavocsai hulladék az nagyjából oda fog kerülni. Mikrofon. Akkor lehet, hogy visszakanyarodnék az első kérdésre, tehát a gyűjtésszállítás tekintetében 6 régió került kialakításra. Ez a Duna, Tiszaközi régió, igazából Kelet-Közép-Magyarország régiónak nevezik. Ez Csongrád, Bács-Kiskun és Pest megye déli része most jelen pillanatban. Ebben a régióban a hulladékgyűjtésszállítási feladatok elvégzésére a Duna Tiszaközi DTKH Nonprofit Kft. Került kijelölésre. Ő ezt a tevékenységet a durván 1,3 millió lakos jelen pillanatban tekintetében ellátja, természetesen vagy saját maga, vagy alvállalkozók bevonásával. Annyit talán még itt pontosítanék, hogy maga a MOL nyerte el a koncessziót, tehát a koncesszor az maga a MOL, és ő alapított egy koncessziós társaságot, egy 100%-os MOL tulajdonú társaságot, ez a MOHU ZRT, a MOL hulladékgazdálkodási ZRT. És lényegében a mostani szereplők a MOHU-val szerződnek az adott feladat ellátásra. Mint mondtam, a másik fő tevékenység, vagy nagy tevékenység azok a létesítményüzemeltetések, és a vaskúti hulladékkezelő telep az is egy olyan létesítmény, amit a jelenlegi logisztikában a MOHU igénybe kíván venni, azt továbbra is az FBHMP Nonprofit Kft. Üzemelteti. Minimálisan egyébként változott a logisztika, ez regionális szinten, illetve régiók közötti szállításokat is érintett, de alapvetően nagyjából azok a létesítmények maradtak bent a rendszerben, amiket eddig is használtak. Nyilván kis észszerűsítés, hatékonyságnövelés, átrajzolás történt a logisztikában, de alapvetően ez a vaskúti hulladékkezelő központ, ami a térségnek a hulladékát kezeli, illetve hát itt van a Kecskeméten, ugye a környéken, Kiskunhalason adott hulladék áramok tekintetében figyelembe vette a MOHU azt, hogy melyik létesítmény milyen kapacitással rendelkezik, milyen szállítási lehetőségek vannak, és ennek megfelelően alakította ki ezt az új logisztikát. Köszönöm szépen. Király, parancsoljon. Köszönöm szépen. Így már akkor érthető a rendszer. Három apró kérdésem lenne még, az egyik, hogy van Kalocsán egy nagy fémkereskedő, fémgyűjtő cég, ami ugye nagyon sok munkahelyen rendelkezik itt Kalocsán, tehát a város egyik nagy adófizetője, regionális kitettséggel bír. Nézvén a híreket,
Ugye most éppen a fémkereskedők tüntettek a MOL székház előtt, ezért érdekelne az, hogy ebben van esetleg valamilyen plusz információ, ami az önkormányzatot érinti. A harmadik kérdésem, hogy van kaucsai cég, ami sütőzsír feldolgozással, gyűjtéssel foglalkozik, és ha jól értettem, akkor az intézményi hulladék pályázat kapcsán lesznek akkor ezek a cégek megkeresve. És az utolsó pedig, hogy elhangzott az, hogy a zöld hulladék edényes gyűjtésre lesz átállítva. Ez technikailag azt jelenti, hogy egy harmadik kukát is fognak majd előbb-utóbb kapni a háztartások? Köszönöm szépen. Az első kérdés, fém, illetve a második kérdés is hasonló lenne sajnos a válaszom, tehát ugye ezeket a tevékenységeket mi nem folytattuk, igazából nem is bírunk napra kész releváns információkkal. Annyit tudok esetleg felajánlani, hogy a MOHU-nál a megfelelő termék igazgatót, aki adott hulladékárammal foglalkozik, ő neki az elérhetőségét meg tudom adni, és az adott cégek esetleg őket meg tudják közvetlenül keresni, hogyha kérdésük van ebben. Sajnos nem rendelkezünk megfelelő információkkal, úgyhogy ennyit esetleg fel tudunk ajánlani. A zöld hulladékgyűjtés kapcsán azért még elég bizonytalan, igazából ez egy EU-s kötelezettség, hogy január 1-től biohulladék gyűjtésre kerüljön, ennek azért a megvalósítása az még erősen kidolgozás alatt áll. Az biztos, hogy magát a konyhai hulladékot, mint biohulladékot, azt valamilyen formában zárt hulladékgyűjtő edényben lehet elszállítani, hogy ez miként, milyen gyakorisággal, hogy történik, ezt nem tudjuk. És nyilván, amint ez kialakításra kerül, utána lehet szerintem konkrétan a zöld hulladékról beszélni, mert a jelenlegi zöld hulladékból, ami a jelenlegi zöld hulladék gyűjtés, annak egy része akkor ugye ebbe a biohulladék gyűjtésbe fog megjelenni. Kérdés, hogy milyen fajta zöld hulladék marad a lakosságnál, és arra mi a legcélszerűbb gyűjtési mód. Tehát volt szó a zárt edényes gyűjtésről, de én azt gondolom, hogy ez azért mai nap még kijelenteni így nem lehet. Tehát sok minden függ attól, hogy ez a biohulladék gyűjtés, ebbe pontosan milyen hulladékok tudnak belekerülni, és ezáltal milyen hulladék marad a lakosságnál, amire további gyűjtési igény van. Ennek megfelelően fogják, én azt gondolom, kidolgozni azt, hogy mi a legcélszerűbb gyűjtés. Köszönjük szépen, minden kérdésére választ kapott képviselő úr. Király Robert képviselő úrnak adok szót, parancsoljon, hallgatjuk a kérdéseit. Köszönöm szépen is a szót, polgármester úr. Üdvözlöm én is Önöket, és köszönöm szépen a lakosság nevével is, hogy elfogadták a meghívását polgármester úrnak, és rendelkezésre állnak itt a kérdéseinkre. Nekem 5 darab kérdésem lenne, és akkor nem tudom, hogyha úgy egyszerű gondolom, hogy akkor egyesével mondanám, hogy egyszerűbb akkor válaszolni. Az első, ami többször én már kérdésként föltettem, és ugye teljes rálátásunk, illetve jogunk erre nincs, viszont azt érezzük itt a környéz lakossága, illetve Kalocsa lakossága, bocsánat, érzi azt, hogy ugye nálunk ez a normál 110 literes kukának az elviteli díj az majdnem duplá annyiba kerül, mint itt a környékben az összes településé. Ezt, hogyha számokba segítek, 630 forint jelenleg most egy üdítés Kalocsán, és itt a környéken, illetve a környező nagyvárosokban viszont 367 forint, tehát majdnem ilyen dupla ár van. Látnak-e esetleg esélyt arra, hogy ebbe a díjba valamilyen csökkentés várható-e majd a közeljövőben? Gyakorlatilag azok a díjak, amik meghatározásra kerültek, nem most, hanem durván 2010-ben. Ezek 2010 óta adottságok, amit nyilván a rezsicsökkentés útján befagyasztottak a törvényhozók. Ezen változtatni nem lehet. Miniszteri hatáskör, egyébként korábban már több próbálkozás is folyt az irányban, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, illetve a minisztérium ezen változtasson. Jelen pillanatban erre nincs lehetőség. Valamilyen szintű árszabályozás pedig hamarosan január 1-től életbe fog lépni, azt viszont megint ugyan miniszteri hatáskör, tehát nem, nekünk erre nincs ráhatásunk. Köszönöm. Második
Itt van pont a polgármesteri hivatal mellett az ügyfélszolgálati iroda, és nem tudom, hogyha reggel jöttek, látták is már hat, én megszámoltam, hat ember vált az ügyfélszolgálatról, ugyanis az is a probléma, hogy gyakorlatilag két nap, illetve másfél nap vannak csak nyitva, ugye van hétfői rendes nyitvatartás, illetve péntek egy rövidített, és pont a zöld hulladékszállítással kapcsolatosan felmerült a lakosság igény, hogy tehát ez nagyon kevés idő arra, hogy akár zsákot kérnek, vagy ugye ügyintézésre, rendelkezésre ez kevés, hogy ebben tudnak esetleg változtatni, akár hosszított munkarendel, ugye az a gond, hogy nagyon sok lakos csak ugye munka után tudja ezt intézni. Köszönöm. Most itt az átállás kapcsán az volt az elsődleges célunk, hogy tényleg mindent változatlanul próbáljunk fenntartani, hogy magával az átállással ne legyen probléma. Természetesen, hogyha vannak ilyen jellegű igények, azt akkor megvizsgáljuk, és ha tudunk ezen akár nyitva tartással, akkor változtatunk. Annyi türelmet kérnek, hogy tényleg most itt az átállás egy picit leköti a kapacitásokat, de természetesen mi jelezni fogjuk ezt a megfelelő vezetőknek, és megnézzük, hogy hogyan tudnánk ebbe segíteni. Köszönöm szépen. A következő kérdésem az lenne, hogy ugye Karocsán működik egy személytelep, ahova ugye a lakosság ugye az érvényes szerződés alapján vihet ki zöld hulladékot, illetve egyéb szemetet. Ezt nem tudom pontosan az időpontot, de ezt sajnos ennek a mennyiségét lekurtították, tehát kevesebb lett, és ez úgy gondolom, hogy ez nem ösztönzi a lakosságot arra, hogy felelősen és tudatosan kezelje a hulladékot. Erre is van esetleg esély, hogy ennek a mennyisége esetleg visszaváltozhat arra a régi mennyiségre, ami volt. Pont múlt hét folyamán voltunk a MOHU képviselőivel egyeztetni, ez nem csak Kalocsát érinti, több ilyen létesítményünk van, ahol fogadni tudtunk közvetlen lakossági hulladékot. Mi jeleztük azt a problémát, hogy illetve felvetettük azt a kérdést, hogy miként, hogyan tud ez a jövőben megvalósulni. Egyelőre ott tartunk, hogy kérték részünkről, hogy részletesen írjuk le, hogy kik mit szállítottak be, milyen feltételek mellett. Ezt mi a múlt hét folyamán megküldtük, Kalocsára kiterjedően is. Azt ígérték, hogy megvizsgálják, és hamarosan ebben is kapunk tájékoztatást, hogy hogyan tudjuk tovább üzemeltetni ezeket a hulladék átrakó állomásokat. Köszönöm szépen. És pont ugye szóba került ez a kalocsai szeméttelep, hogy ennek a, hogy önök ugye létesítmény üzemeltetők lesznek ugye a MOHU keresztül, hogy akkor ez a kalocsai szeméttelep ez ilyen szinten akkor fent fog maradni, tehát lakossági igényeket így ki fog szolgálni. Ugye a logisztika, maga a szállítási logisztika igénybe veszi a kalocsai átrakót, tehát jelenleg is történik ide a gyűjtőjáratoktól beürítés. Az pedig egy, amit az előbb is említettem, az pedig egy külön kérdés, hogy a közvetlen beszállításokat miként fogják tudni kezelni, mert ez valamilyen központi szabályozás mentén fog tudni megvalósulni. Mi átvettük a hulladékot július 1 után is, ha bár ez nem volt igazából teljesen tiszta, hogy milyen feltételek mellett történhet. Mi most jelenleg azt a gyakorlatot folytatjuk, ami július 1 előtt is volt, de mi is szeretnénk ebben tisztán látni, ezért is jeleztük a problémát, és kértünk tájékoztatást, hogy ez a jövőben hogyan tud történni. Nem gondolom azt, hogy a lakossági beszállítást meg kívánnák szüntetni, de azt, hogy ez milyen feltételek mellett, milyen adminisztráció, elszámolás mellett, azt nyilván ki kell alakítani. Köszönöm, és utolsó kérdésem akkor az lenne, ami ugye polgármester is már az elején kitért rá, ugye a zöld hulladék ugye, erre a polgármester úr írt még az FBHMP-nek, vagy nem tudom, ez a levél önökhöz is ugye elkerült remélhetőleg, hogy szeretné a város, hogyha az ürítési gyakoriságot ugye emelnék, viszont erre én nem
hallottam, hogy kaptunk esetleg pozitív választ, vagy ez is még egy elbírálás alatt van. Tehát ez mikor fog kiderülni, és mikor számíthat erre esetleg a lakosság? Köszönöm. Most tényleg a második fél évben az volt minden oldalról a kérés, hogy a lehetőleg kevesebb változtatással, illetve módosulással járjon a szolgáltatás átvétele. Ezért mi jelen pillanatban fenntartottuk azt a szolgáltatást, június 30-ig irányadó volt. Igazából én azt gondolom, hogy mivel ugye eddig az önkormányzatok rendelete, illetve a közszolgáltatási szerződések határozták meg ezt a szolgáltatási színvonalat, vagy műszaki tartalmat, ami ugye már jelenleg nem önkormányzati hatáskör. Vélhetően ezt is központilag fogják szabályozni, amint említettem, hallottunk róla, de nyilván pontosabbat nem tudok mondani, hogy egy olyan központi jogszabály fog e körben születni, ami meg fogja azt határozni, hogy mi az az alapszolgáltatás, ami mindenkinek jár, ez felett pedig esetlegesen milyen további igények vannak. Vélhetően azért a helyi sajátosságokat is kívánják ezáltal kezelni, és ez fog vélhetően választ adni, hogy január 1-től hogyan tud kinézni. Én azt gondolom, hogy a második fél évben, tehát a 2023 második fél évében nagy módosulás nem várható. Mert jelenleg nem, sem az önkormányzat, sem a szolgáltató nem rendelkezik igazán kompetenciával arra, hogy ezen változtatást eszközöljön. Köszönjük szépen. Szeretném kérdezni, hogy van valakinek még kérdése? Köszönöm. Nagyon sok mindent sikerült tisztáznunk. Köszönöm szépen én is még egyszer mindkét vezetőnek, hogy eljött, és első kézből adtak tájékoztatást. A tisztelt lakosságnak hívom fel a figyelmét, hogyha bárkinek nehézsége adódik a hulladékszállításból, akkor akár ide a lakossági ügyfélszolgálathoz tud fordulni, amelyet a szemétszállítási cég üzemeltet. Ez a polgármesteri hivatal mellett, ahogy a hivatal lakossági ügyfélszolgálati irodája melletti irodában található, vagy pedig, hogyha a városgazdáinknak jelzik, akkor tudunk ebben hatékonyan segíteni és továbbítani akár a hibát, akár az észrevételt, vagy az igényeket. Köszönöm, kérem szépen önöket, hogy tolmácsolják munkatársaiknak, akik nyilván itt a gyakorlatban a mindennap végzik a szemétszállítást. Elsősorban az, hogy köszönjük szépen, hogy segítenek itt a városunknak és a háztartásoknak a tisztántartásában, valamint kérjék meg őket, hogy ők is minél inkább a lakossági igényeket figyelembe véve jól és megfelelő színvonalon végezzék a munkájukat. Ami észrevétel hozzánk eljut, ahogy eddig is, ezután is el fogjuk juttatni önöknek, és bízunk abban, hogy ez a szolgáltatás is egy megfelelő színvonalon fog tudni működni. Amennyiben nincs más, akkor képviselőtestület tagjait kérem meg egy szavazásra a tájékoztatás meglétének tudomásul vételére, ugyanúgy, ahogy az elmúlt testületi üléseken is már volt. Erről kérnék egy szavazást a testületi tagoktól. Tíz igennel a képviselőtestület elfogadta. Köszönöm szépen. Önöket invitálom, hogy maradjanak itt a testületülésünkön, további érdekes napirendeket tárgyalunk, de amennyiben munkájuk elszólítja önöket, akkor megértem azt is. Köszönöm még egyszer a segítséget, és további eredményes lehetőséget. Köszönöm. Második napi rendünkre térünk rá. Óvoda vezetői pályázat elbírálása. Ez zárt ülés keretében történik. Köszönöm szépen mindenkinek a türelmét. Nyilvános ülésen folytatjuk a munkát. Második napi rendnek a döntését mielőtt ismertetném a képviselőtestület, hogy milyen
kit bíz meg intézményvezetőként. Előtte meg szeretném köszönni Katus Györgyné Erikának az intézmény vezetését, és augusztus 15-tel ugye lejár a mandátum. A testületi tagokat kérném, hogy egy nagy tapssal fejezzük így a köszönetünket. Köszönjük szépen, Erika, és azt gondolom, hogy még nincs vége majd itt a irányodba való köszönetnek, amiért ilyen gondoskodóan végezted az intézményvezetői munkát. És hogy a testület milyen döntést hozott, határozati javaslatot olvasom fel. Kalocsa város önkormányzatának képviselőtestülete, a Kalocsa város óvodája és bölcsődeje intézményvezetőjének 2023. augusztus 16 napjától 2028. augusztus 15 napjáig megbízza Szabóné Juhász Ildikót. Az intézményvezető bérét közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendezi, és felkéri az egyéb munkáltatói jogkör gyakorló polgármestert, hogy vezetői megbízatással kapcsolatos munkáltatói teendőket végezze el. Kettő pályázó volt, Szabóné Juhász Ildikó, illetve Rakovics Brigitta. Nagyon nehéz helyzetben volt mind a Kulturális és Szociális Bizottság, aki javaslatot tett, véleményezte a pályázatokat, mind a képviselőtestület. Két nagyon-nagyon jó szakembertől kaptunk pályázatot, és tényleg itt a két jó közül kellett az egyik jobbat kiválasztani, nyilván ketten nem vezethetik az intézményt, döntést kellett hozni, a képviselőtestület egyhangulag ezt a döntést hozta. Nagyon szépen köszönjük mindkét pályázónak, és további eredményes jó munkát kívánunk itt az intézményben Rakovics Brigittának és Szabóné Juhász Ildikónak, őneki az intézmény vezetéshez is sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen! A másik döntés, amit zárt ülésen hozott a képviselőtestület, az a harmadik napi rendünk volt. Köszönjük szépen, viszontlátásra, szervusztok. Harmadik napi rend a felügyelőbizottsági tag választása volt, itt is a határozati javaslatot ismertetem. Kalocsa város önkormányzatának képviselőtestülete, mint alapító dr. Vince András lemondására tekintettel a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának tagjává válassza határozatlan időre Schmidt Rajmund képviselőt. Utasítjuk a cég ügyvezetőjét a bejegyzéssel kapcsolatos feladatok ellátására. Ez a kettő döntés született zárt ülésem. Negyedik napi rendünk, Kalocsai 5257/9 helyrajzi szám alatti ingatlan értékesítése. Nem ismeretlen a képviselőtestület, illetve a lakosság előtt sem a repülőtér melletti 6,7 hektáros területről van szó, amely itt a városi közbeszédben is, ez az off-road pálya ként említett. Igen, a kalocsai offroados sportolók is ezt a területet használták. Hogy kerültünk ide, hogy ezt a döntést meghozzuk? Ugye egy vételi ajánlat érkezett erre a területre, és amikor önkormányzati területre vételi ajánlat érkezik, akkor nyilván testület dönt róla. Itt az értékhatár miatt nyilvános pályázatot kellett kiírni. Ez megtörtént, volt egy képviselői módosító javaslat, hogy az értékbecsült ár feletti áron mintegy 40 millió forintos minimál árra írja ki a pályázatot az önkormányzat, ezt meg is tettük, akkor egyetlen egy ajánlat sem érkezett erre a területre. Majd amikor módosította a képviselőtestület az eredeti szándéka szerint, és az értékbecslés ben meghatározott minimál ára, akkor ott is ez a pályázati értékesítésnél egyetlen egy pályázat került benyújtásra, attól a gazdasági társaságtól, aki a vételi ajánlatot is tette. Nyilván Kalocsának nagyon fontos az, hogy gazdaság területén erősödjön. Nyilván egy köztudott tény, hogy az iparűzési adóbevétel az az országos átlag
50% alatti. Tehát Kalocsán kevesebb az iparűzési adó bevétele az önkormányzatnak, mint az országos átlagnak a fele. Tehát ez a gazdasági erősítés, ez fontos, és hogyha jelentkeznek úgy partnerek, hogy ebben a gazdasági fejlesztésben kívánnak részt venni, beruházni szeretnének Kalocsán, erre mindenféleképpen teret ad a város, és nyilván itt is ezt a célt tartjuk elsődlegesen szem előtt. Van egy vállalása a pályázatban az ajánlattevőnek, itt egy pályázati biztosíték is beépítésre került a pályázatban, a megvalósítása vonatkozóan. Úgyhogy amennyiben a képviselőtestület határozata alapján értékesítése kerül ez az ingatlan, akkor nyilván várjuk a gazdasági fejlesztést. És most a kalocsai offroadosokhoz szeretnék szólni. Nyilván ők használták ezt a területet, az ő részükről is volt érdeklődés vételi szándék tekintetében, de végül is nem realizálódott ez, nem nyújtottak be ajánlatot. Nyilván őnekik majd az új tulajdonossal kell felvenni a kapcsolatot, hogy amíg nem kezdődik ott a beruházás, addig tudják ezt használni. A vagyonhasznosítási Kft-nkkel van egy szerződésük, egy megállapodásuk, évi 10 000 forintért használják ezt a területet. Ez most nyilván így, hogy kikerül a önkormányzati tulajdonból, ez felmondásra kerül. Fel fogjuk venni kalocsai offroadosokkal a kapcsolatot, és meg fogjuk nézni, hogy a kalocsai önkormányzatnak van-e olyan területe, amelyet esetleg használaton kívül van, és erre a sportra fel tudjuk ajánlani a kalocsai offroadosoknak. De nyilvánvaló, ez most nekik sérelmes, de város gazdasági érdeke az egy kicsit előrébb való, úgyhogy ezt az érdeket kell nekünk, városvezetőknek szem előtt tartani. A pályázat érvényes volt, úgyhogy mást ezzel kapcsolatosan nem is kívánok elmondani. Szeretném kérdezni a képviselőtestület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatosan. Király Róbert képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ugye az elmúlt testület üléseken, amikor már ez benn volt anyagként, akkor ugye a ködbérről, illetve a pályázati biztosítékként a pénzösszegről ugye beszéltünk. A pályázatban is úgy szerepel, hogy 50%-os ugye a vételár összeghez képest a ködbér, és azt ugye előre kell megfizetni. Itt azért kérdezem, csak az előterjesztésben tisztázott 5 milliót fizetett be, hogy a 16 millió, 17 millió forint az akkor befizetése kell, hogy kerüljön pluszba a nyertestől, vagy hogy lesz a ködbérnek a biztosítéka? Köszönöm. Nem, jegyző úrnak adom meg a szót, hogy ezeket tisztázza, parancsolja jegyző úr. Nem, tehát a pályázati biztosítékot befizette természetesen, a ködbért akkor kell neki megfizetni, hogyha nem valósítja meg határidőre, amit vállalt. Tehát nem kell azt neki előre megfizetni, hanem ha letedik az idő, és nem valósítja meg, akkor kell neki ezt megfizetni. A vételár 50%-át pluszba még. Köszönöm szépen. Más kérdés van-e? Kérdés nincs. Vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben... Jó, dr. Bagó Zoltán képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a javaslatot, és 4 igennel és 1 tartózkodásra, elfogadásra javasolja. Itt szeretném jelezni, hogy én nyomtam a tartózkodás gombot, mert kitárgyalta a bizottság részletesen azt, hogy a projekt méret maga az ugye egyedülálló Magyarországon, de dr. Balázs László, külső bizottsági tagunk, aki egyébként a cégnek a jogi képviselője és egyben a jogi bizottság tagja is, korrekt és feltáró jellegű információkat osztott meg a bizottsággal, úgyhogy a bizottság abszolút tudott dönteni, és akkor így támogatta a javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jogi bizottságnak is a támogatását. Kákony István képviselő úr, parancsoljon.
Köszönöm, polgármester úr, a Gazdaság és Turizmus Fejlesztési Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Schmidt Rajmond képviselő úr. Parancsol. Köszönöm a szót. A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és egyhangulag elfogadásra javasolja. Köszönöm a bizottságok támogatását. Igen, ez egy nagyon speciális terület, és nem véletlen hoztam ide az off-road sportot, meg az off-road pályát. Tehát ez egy jelentős investíciót igényel még, hogy ez egy gazdasági hasznosításra is alkalmas terület legyen. Köszönöm szépen. Más vélemény, hozzászólás nincs. A vitát zárom. Határozati javaslatot teszek fel szavazásra. Határozati javaslat: Kalocsa város önkormányzata értékesíti a Kalocsa 5257/9 helyrajzi számú ingatlant a Budapest World kereskedelmi zárt körű működő részvénytársaság részére 33.726.500 forint értékben. 2. Utasítja a Kalocsai Vagyonhasznosítás és Könyvvezető Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, hogy intézkedjen az ingatlan jelenlegi bérlő Kalocsai Offroad Autósport Túra és Kulturális Sport Egyesülettel kötött bérleti szerződés felmondására, 3. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Erről kérnénk egy szavazást. Kilenc igen, egy tartózkodással képviselőtestület elfogadta. Köszönöm szépen. 5. napi rendünk D7 közösségi ház használatba adása. Ugye Kalocsa város önkormányzatának a topos pályázatban volt egy 250 millió forintos pályázati kerete, és abból épült meg 78 millió forintért ez a Damjanich utca 7 szám alatti épület, amely közösségi házként működik, különböző civil szervezetek vehetik használatba. A Vagyon Kft. Ossza be, és ő kezeli. Több civil szervezet is igénybe veszi ezt az épületet. A Kalocsai Gerilla Kert és Szabadidő Vízisport és Környezetvédő Egyesület most egy kérelmet nyújtott be, egy kizárólagos használatot szeretne kérni erre az épületre. Hivatkozásul előadták, hogy a Magyar Kajakkenu Szövetség finanszírozásában egy fejlesztést végez az egyesület, és akkor erre tekintettel kérik. Nyilván a Magyar Kajakkenu Szövetség több pályázati konstrukciót is bonyolított a Kalocsai önkormányzattal, mind a Meszesi Dunaparton, mind itt, és itt a D7-nél egy újabb energetikai fejlesztés is folyamatban van. Nagyon szépen köszönjük Magyarország kormányának a támogatást, és a Magyar Kajakkenu Szövetségnek, hogy a Kalocsán ezeket az ingatlan fejlesztéseket így megvalósítja 100% támogatással, önkormányzati önerő nélkül. Viszont ezek a pályázatoknál nem kell kizárólagos használatot biztosítani, és pont ez a cél. Én is egyeztettem a Kajakkenu Szövetséggel, hogy minél szélesebb kör tudja ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni. Nagyon szépen köszönöm a Kalocsai Gerilla Kertész, Szabadidő Vízisport és Környezetvédő Egyesületnek ezt a munkát, és nyilván ezért is pályázták meg a Meszesi Kajakkenu pontot, azt is ők üzemeltetik, illetve ezt a D7 közösségi házban is nekik van használati lehetőségük, és úgy gondolom, hogy az ő használatukat egyáltalán és a vízisport tevékenységüket egyáltalán nem korlátozza az, hogy nem kizárólagos használatba kerül nekik ez az épület, hanem ahogy most is ott tárolják az eszközeiket, ott tartanak minden rendezvényt, táboroztatást, tehát az egyesületi munka az ugyanúgy folyhat, viszont alkalmanként más kalocsai civil szervezetnek is lesz lehetősége, vagy van lehetősége most oda menni, úgyhogy ezt a jelenlegi formát tartom célszerűnek, hogy ne zárjon ki más egyesületeket, és nyilván a Kalocsai Gerilla Kertészeket nem korlátozzák, és nem korlátozzuk mind a pályázati
munkájukban, mind a jelenlegi tevékenységükben. Szeretném kérdezni a képviselőtestület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése? Amennyiben kérdés nincs, vélemény, hozzászólás van-e? Dr. Bagó Zoltán képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 5 igennel egyhangulag a határozati javaslat elfogadását javasolja. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a Jogi Bizottságnak a támogatását. Más hozzászóló van-e? Kákony István képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, a Gazdaság és Turizmus Fejlesztési Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és szintén elfogadással javasolja a határozati javaslatot, tehát hogy nem biztosít kizárólagos használatot. Köszönöm szépen. Schmidt Rajmund képviselő úr. A Pénzügyi Bizottság szintén elfogadással javasolja a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Más vélemény hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, akkor... Igen, mert a határozati javaslat úgy szól, hogy nem biztosítunk kizárólagos használatot továbbiakban is. Ezt a jó energetikai, üzemeltetési, közösségi házat más civil szervezet is használhassa, és erről szól a határozat. Köszönöm. A vitát zárom. Határozati javaslat Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő testülete fenntartja a 132/2022 számú határozatát, és továbbra is biztosítja a Kalocsa Damjanich utca 7 szám alatti közösségi házban a kajakkenu víziturisztikai tevékenység folytatását a Kalocsai Gerillakert és Szabadidő Vízisport és Környezetvédő Egyesület részére, azonban kizárólagos használati jogot nem biztosít részére, és az ingatlan üzemeltetését nem adja át az egyesület részére. 2. Felkéri a KAGESZ-t és a Kalocsai Vagyonhasznosítás és Könyvvezető Nonprofit Kft-t, hogy kössenek megállapodást az ingatlan használatáról, figyelemmel a beruházás költségére és a pályázatban vállalt kötelezettségekre. Erről kérnénk egy szavazást. Tíz igennel a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot. Köszönöm szépen, további hasznos munkát kívánok a gerillakertészeknek is, és minden más civil szervezetnek a D7-ben. Hatodik napi rendünk közterület nevének változtatása. Ahogy a mai képviselőtestület ülésünkön is az ingatlan értékesítésénél szóba került, hogy Kalocsa városa iparűzési adóbevétel tekintetében elég alacsony szinten van még, és nagyon fontosak azok a gazdasági szereplők, akik ezt erősítik, és Kalocsa gazdaság életét erősítik. És van egy olyan cégcsoport, az Anda cégcsoport, amely igen-igen jelentős fejlesztést végzett Kalocsán, és az önkormányzati bevételek is igen-igen jelentősen megemelkedtek. Ezt, hogy most forintosítsam, például az iparűzési adóbevétel az idei évben, a 2023-as évben a tervezett bevétel az Anda cégcsoporttól 160 millió forint. Ez 4 évvel ezelőtt még ilyen 16-18 millió forint körül volt, és hogy legyen összehasonlítás is, nincs olyan kalocsai cég adózó, akinek az iparűzési adó mértéke a 30 millió forintot meghaladná. És aljegyző asszonyhoz fordulok, ezt jól mondom, ezt a számot. Tehát ez egy kiemelt... Kalocsán, tehát itt Kalocsán, a kalocsai adózók közül nincs az Anda Present cégcsoporton kívül, aki 30 millió forintnál több iparűzési adót fizetne, nekünk ők 160 millió forintot fizetnek, tehát egy nagyon-nagyon dinamikusan termelő cég, és hogy a városvezetés kinyilvánítsa az ez iránti hálát és köszönetet, egy névváltoztatási javaslatot kezdeményeznénk. A jelenlegi Róna utcát, amely a Miskei útról nyílik, a Róna utcát neveznénk át Anda utcára.
Ennek az eljárás rendje az, hogy a képviselőtestület felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy ezt dolgozza ki, és tegyen javaslatot a képviselőtestületnek. Az Anda cégcsoport további fejlesztéseket is tervez még itt a városban. Most a héten lesz az új csarnoknak az átadója. Ügyrendi gomb, dr. Bagó Zoltán. Jó. És most is lesz, és további szabad területeik vannak, és reményeink szerint 3-5 éven belül azok is beépülnek, és ez a gazdasági hasznosítás ez tovább fejlődhet. András Attila, tulajdonos, cégvezető, ugye ő, neki nagyon erős a kalocsai kötődése, lokálpatrióta szívvel is gondolkodik, és azt gondolom, hogy nagyon jó néven veszi a cég is, illetve a tulajdonos András Attila is, hogyha az Anda cégcsoportról neveznénk el ezt az utcát. Nagyon sok településen van így, hogy a jelentős gazdasági szereplőkről nevezik el azt az adott közterületet, ahol ezt a tevékenységet folytatja, és nyilvánvaló, szóba került ez itt képviselő hölgyek urakkal való beszélgetésnél is, hogy lehet, hogy ez elkezd itt valamit Kalocsán, hogy ebből más is igény tart. Bíztatok mindenkit, a kiemelkedő gazdasági teljesítményt a városvezetés az megköszöni, és legyen sok ilyen gazdasági társaság, sok ilyen cég, amely jelentősen segíti városunk gazdasági fejlesztését. Erről szól az előterjesztés, tehát most a névváltozással kapcsolatos eljárásnak a megkezdése, ezt meg kell nyilván vizsgálni, szakértőnek a véleményét is ki kell kérni, be kell szerezni, hogy a testület erről majd dönthessen. Kérdés van-e a képviselőtestület tagjai részéről? Dr. Bagó Zoltán, ügyrendi gomb, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Azért nyomtam ügyrendi gombot, mert igazán magam sem tudtam eldönteni, hogy a mostani mondandóm az milyen kategória, ugyanis a jogi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és abszolút egyetért a polgármester úr által most elhangzott indoklással. Viszont ugye kisebb polémia akadt magában az eljárás rend vonatkozásában, amiből egy 3 nemes 2 tartózkodásos javaslat is született a bizottságban, ami pedig arról szólt, hogy így ebben a formában ezzel az eljárásrenddel nem kezelhető ez az előterjesztés, és ezért 5 igennel azt kérte a jogi bizottság, hogy egyelőre vegyük le a napirendről ezt az előterjesztést. Ugyanis elhangzott a bizottság ülésen, hogy még egyszer hangsúlyozva jó az ötlet, és szeretné minden képviselő ezt támogatni, viszont a 18/2017-es önkormányzati rendeletünkkel a közterületek elnevezéséről abban a bizottság álláspontja szerint nem egyértelmű a szabályozást, hogy ezt az önkormányzat hogyan tudja megcsinálni. Másodszorban ugye az MÖTV-nek az ide vonatkozó szabályozása is kétértelmű, és itt ellentétes jogi értelmezések voltak a jegyző úr és a jelenlévő jogászok között. Különös tekintettel arra, hogy adott esetben cégnévváltozásokat például hogyan kezel a jogszabály, és ugye egy ekkora konglomerátumnál elképzelhető, hogy az Anda Prezentből egyszer lesz egy Anda Prezent Konzult Kft. És a többi, és a többi. A másik, ami ennél fontosabb, hogy ugye vizsgálta a bizottság, hogy abban az utcában hány cég van beegyezve. Ez időközben kiderült, hogy az elhangzott 3-mal szemben 1 sem. Ezt meg kéne vizsgálni, hogy ki az, aki a Miskei útra van beegyezve, ki az, aki a Róna utcában, hiszen ugye nekik következő költség lesz a címeknek, a pecséteknek, a levelezésnek, a fuvarleveleknek és a többinek a lecserélése, és nem szeretné egyetlen egy önkormányzati képviselő sem belekényszeríteni a cégeket ilyen fölösleges költségbe. Ezért, és most egy jegyző úrra nézek, itt elképzelhető, hogy ugye van egy bizottsági álláspont, de ugye megvan szavazva a napirendre, tehát döntenünk kellene. Tehát akkor most nekem kellene egy módosító javaslatot tennem, hogy ne tárgyaljuk és vegyük le napirendről, vagy előterjesztő polgármester úr, akkor legyen kedves ezeket az információkat feldolgozni, és akkor választ adni. Köszönöm. Köszönöm szépen a jogi bizottságnak a alapos munkáját, és köszönöm szépen, hogy az elvvel egyetért.
A mostani határozati javaslat az arról szól, hogy a képviselőtestület felkéri, és most szó szerint olvasom, felkéri a jogi és ügyrendi bizottságot, készítsen előterjesztést az utcanév változtatására, és ennek megfelelően szerezze be a szükséges véleményeket. Tehát most csak a testület felkéri a bizottságot, és azt a munkát, amit ott elkezdtek önök már a jogi bizottságban, ezt majd ezután tudnák érdemben lefolytatni, és hogyha esetleg az önkormányzati rendelet nem pontosan szabályoz a bizottság véleménye szerint, akkor javaslatot tesz a képviselőtestületnek, hogy igen, ezt a névváltoztatást a rendelet módosítással lehet megvalósítani, és így úgymond a komplett eljárásra tesz javaslatot. Nyilvánvaló, hogy tehát lakost nem érint ez az utcanév módosítás, mert ugye volt Kalocsán olyan utcanév módosítás, amely az ott lakókat is érint, és az egy nagyon nagy teher egyébként egy családnak, hogyha névváltozás történik, itt ilyen nincsen. Azok a gazdasági szereplők, ahol még ott vannak, ebben az eljárásban fel lehet venni velük a kapcsolatot, és azt gondolom, hogy nem zárkózik el a városvezetés attól, hogy az ő változtatásukkal, esetleges költségeikkel, hogyha jelentős, akkor azt esetleg egy kicsit tehát megbeszélni velük, hogy komfortos legyen a más szereplőknek, ne az semmi esetre sem szeretném azt, hogy képviselőtestület dönt valamit, és az érintettekkel nem beszélünk. Tehát ezt, de elkezdenénk, és ami nehézség itt fölmerül, akkor a jogi bizottság azt arra megoldási javaslattal terjesztené a testület elé. Tehát a mostani határozat az nem a névmódosításról, csak a jogi bizottságnak a felkéréséről szólna, és ezt szeretném, hogyha most tárgyalnánk, meg erről döntés is születne, mert így tud akkor elkezdődni ez a folyamat. Képviselő úr, egyetért így ezzel a... Oké, köszönöm, még tisztán. Szerintem ez így az összes jogi bizottsági tagnak elfogadható. Jó, köszönöm. Jó, rendben. Más vélemény, hozzászólás van-e? Kákonyi István képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm, polgármester úr, a Gazdaság és Turizmus Fejlesztési Bizottság szintén tárgyalta az előterjesztést. Ott is felmerültek már ezek a kérdések, de természetesen a bizottság tagjai támogatják az elképzelést, és várjuk a jogi bizottság javaslatát majd. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Amennyiben más vélemény, hozzászólás nincs, akkor elkezdődne ez a utcanév módosítási folyamat, és akkor a bizottság erre... Nincsen ügyrendi javaslata semmi, csak így kér... De nincs visszavonás. Polgármester úr, az előterjesztő tisztázta, én így nem van. Is kell visszavonni, mert nincs. Nincs is, mit, így van. Jó, köszönöm. Nincs más vélemény, hozzászólás, akkor a határozati javaslatot teszem fel szavazásra, a vitát zárom. Kalocsa város önkormányzatának képviselő testülete felkéri a jogi és ügyrendi bizottságot készítsen előterjesztést az utcanév változtatására, és ennek megfelelően szerezzen be a szükséges véleményeket. Elnézést felolvasnám még egyszer, mert Kalocsáros önkormányzatának képviselőtestülete felkérje a jogi és ügyrendi bizottságot, hogy készítsen előterjesztést a Róna utca névváltoztatására, és ennek megfelelően szerezze be a szükséges véleményeket. Erről kérnék egy szavazást. Tíz igennel a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. Köszönöm szépen. Hetedik napirendünk egyebek, nem jelentkezett senki. Annyit szeretnék elmondani, augusztus 20-án, vasárnapi napon tartjuk az ünnepi képviselőtestületi ülésünket. Ez 8:30-kor lesz megtartva. Az ünnepi testület ülésen az augusztus 20-ai kitüntető díjak kerülnek átadásra. Augusztus 19-én lesz az érsek kertben egy program, illetve 20-án is az Innovációs Központ ezt hirdeti. Most nyári szabadságok következnek itt a Városházán, illetve a hivatalban, és augusztus 20-a után tervezünk képviselőtestületi ülést. Ezzel pontosabbat még nem tudok időpontot mondani.
de mindenki majd kellő időben értesül róla, ahogy a fejlesztési üzemeltetési osztály, Boromiszló Viktor osztályvezető úr jelezte, hogy lehetséges, hogy augusztus végén majd még kell egy testületülést tartanunk, nyilván akkor ezt meg fogjuk tenni. Köszönöm szépen mindenkinek a mai testületülésen való aktív munkát. A szabadságokra, nyaralásokra, akik mennek, mindenkinek jó pihenést kívánok, vigyázzanak magukra, gyerekeknek felhőtlen vakációt. Köszönöm szépen, az ülést zárom. Akkor kérnék egy szavazást erről a tájékoztatóról, de akkor is kell. Rendben. Köszönöm szépen, képviselők elfogadták. Rendben, 10 igennel. Köszönöm. Köszönöm az ülést mindenkinek. Jó pihenést a nyárra.